A látható egyház két lényeges vonása a szolgálat és a vezetés. Sokan azt hiszik, hogy attól válik valaki vezetővé, hogy vezetőnek delegálják, vezetőnek kinevezik. Egyáltalán nem erről van szó, mert vezetővé az emberekkel való kapcsolatában, viszonyában válik az ember. Mégpedig egyszerűen azáltal, hogy törődik velük. És az emberek megérzik a törődést, Vezetőnek akkor nevezhetünk valakit, ha vannak követői, és azok fognak bennünket követni, akikkel törődünk. Jézus nem csak értette, hanem tanította is ezt az összefüggést, és ezért mondta azt, hogy az ember fia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon az embereknek. És emberek sokaságának vált a vezetőjévé. Jézus bennünket is újra és újra meg akar győzni, hívőket, és természetesen nem hívőket is egyaránt, hogy törődnünk kell az embertársainkkal. Így kell őket vezetnünk egy kiteljesedő, jobb világba. Ez annak a szeretetnek az útja, amely az egyházat valóságosan láthatóvá teszi.